Gyerekkoromban nekünk is volt medencénk, és nagyon szerettem. Igaz, azt még édesapám építette. Ezt az élményt szeretném a gyerekeimnek is biztosítani, így amikor saját házba költöztünk, nagyjából 3 éve, akkor gondoltam először, hogy jó lenne egy saját medence. Mivel van 2 kisgyerekem, ezért olyan követ szerettünk volna a medence szélére, ami nem csúszik. Emellett szerintem kellemes a formája, és nem utolsó sorban biztonságosnak találtam a lekerekítés miatt. A medencét hőszivattyúval fűtöm, legtöbbször 27 fokra. A gyerekek miatt gondoltam elsősorban külön fűtésre, ezzel egyébként nagyjából április közepétől szeptember végéig szoktuk használni. Gondoltam a napkollektoros fűtésre is, de azért a hőszivattyús fűtést választottam, mert így nem függ a víz hőmérséklete a napsugárzástól. Mivel szeretem a tartós, masszív és időtálló dolgokat, úgy gondoltam, hogy a zsalúkőből épített fóliás medence lesz nekünk a legmegfelelőbb. Így 1,5 év használat után úgy érzem, jól döntöttem. Összesen 4 ajánlatot kértem, személyesen is voltam minden cégnél, de végül azért döntöttem a dr. Bertényék mellett, mert minden információra pontos választ kaptam. Nem voltak váratlan költségek.